Nem tudom, 8 év után kellett bizonyítani. Hiába nyert bajnokságot a DVSC Teva, hiába játszott két kupa döntőt is a Diósgyőr, az elmúlt fél év legeredményesebb csapata a Magyar Kupát és Szuperkupát nyerő Újpest lett. A sikerek egyik megalapozója a kapus Balajca Szabolcs volt. Nebojsa Vignyevics vezetőedző a bajnoki mérkőzéseken ugyan mellőzte a 35 éves játékost, azonban a kupában első számú kapusként számított rá. Dolgozok, csinálom a dolgomat, nem tudom, hogy a Márkó marad-e, mert ugye pletyka szinten mi is halljuk, hogy talán eladják. Nekem azzal kell foglalkoznom, hogy amikor a kapuba állok, jó védjek, hogy bizonyítsak az edzőnek, bár így nem tudom, hogy 8 év után kell bizonyítanom, de ha kell, akkor állok elébe. A Lila Fehérek a döntő előtt június 30-ától július 6-ig Belgiumban edzőtáboroztak, ahol az első osztályú Mechelennel játszottak felkészülési mérkőzést, majd Szentrüdenben egy 6 csapatos villámtornán vettek részt. A Mechelent emelném ki, aki egy belga középcsapat, és ott vezettünk 85 percig 1-0, ott egy nagyon jó meccset játszottunk. A két mérkőzés ugye az Műfűvön volt, az vegyes csapatokkal volt, de én úgy érzem, hogy belejött a felkészülésbe. Újpesten nem vártak sokat az erősítésekkel. Már a nyár elején szerződtették a védelembe a magyar válogatott Nagy Gábort Szombathelyről, Vadász Viktor Diósgyőrből, Forró Gyulát Kecskemétről, a Borussia Dortmund második csapatának belga középpályását Jeremy Servit, illetve a finn Honkától a kongói finn kettős állampolgárságú támadót Aristote Embomát. Azonban a Szuperkupa döntőjében látható volt, hogy vérbeli csatár nélkül nehezen megy az újpestiek támadójátéka. Több posztra kell még erősítenünk, hiszen hát ugye a keret az elég foghíjas, most is 14-en voltunk. 3 cserével tényleg előre szinte nem volt senki bevethető, ugye a Stanislavjev is játszott, neki nem is az a posztja. Mind emberileg azt gondolom, hogy megfelelnek a tényleg az Újpesten elvárt szintnek, és mind játéktudásban is tényleg, tehát úgy gondolom, hogy velük azért erősödtünk mindenképp. Sok edzőmeccsünk már nincsen, 1 vagy 2 edzőmeccset játszunk a bajnokság kezdetéig, de én bízom benne, hogy még egy pár ember jön a csapathoz, mert eddig jó igazolások voltak, minőségi igazolások, de mennyiségileg kevesen vagyunk. Az Újpest utolsó felkészülési mérkőzését július 19-én a Videóton vendégeként játsza, a 2014-2015-ös bajnokság első fordulójában pedig a Győri Etóhoz látogat.